Vendégünk volt. Rádió Gaga interjú. Nagyon szép és hasznos dolog, hogyha a jó hírünk, a múltbeli, de jelenbeli jó hírünk is megy a nagyvilágba, így például a Budapesti Néprajzi Múzeumban, ahol megnyílt a Székelyek örökség mintázatok című tárlat Budapesten. Ez egy gyűjteménytárlat, hogy is állt ez össze, és miért fontos, hogy ez létrejött ez a kiállítást, erről beszélünk a következőkben. Vendégeim Varga Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Sepsi Szentgyörgyről Isten hozott Mihály mi hozzánk ismét a Gagához. Isten hozott. És szintén vendégünk dr. Kinda István, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzós muzeológusa, a kiállítás kurátora egyébként. Isten hozott mi hozzánk. Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat. Igazgató uram, azt nézzük meg mindjárt így az első lépésekben, hogy hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen kiállítást, egy ilyen gyűjteménykiállítást összehozni, és miért ezt a helyszínt, miért ez az otthon, ez az intézmény az otthon ennek a kiállításnak Budapesten? Így, ahogy visszagondolok, én 2006-ban lettem a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, és már akkor téma volt a székelyföldi múzeum igazgatók között, hogy jó volna kirukkolni valami olyan kiállítással, ami egy picit átfogó képet nyújt rólunk, székelyekről. És erre vevő volt a Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatója, dr. Kovács Tibor régész, és igen, mondta, hogy gyerekek, kell egy ilyen. Én fogadnám szívesen. Csak hogy időközben eltelt egy-két év, főigazgató úr elment nyugdíjba, és sajnos egy pár év múlva meg is halt, és az egész történet úgy leült. Benne volt, beszélgettünk róla, de igazán komoly felkérés a Néprajzi Múzeumtól, dr. Kemecsi Lajos főigazgató úrtól jött, ha jól emlékszem, most 4 éve. Akkor félrehívott bennünket egy szakmai konferencián, és töltött egy pohár unikumot, és azt mondta, hogy fiúk, most már vége, nem csak mesélünk róla, meg fogjuk csinálni, én leszek ennek a házigazdája és mentora. Nem kis feladat egyébként egy ekkora lélegzetvételű kiállítást összerakni, és már kurátorként tulajdonképpen találtad át a teljes képet. Milyen elvek vezéreltek, amikor össze kellett válogatni, amikor meg kellett nézni, hogy mit, honnan, melyik korból, melyik helyszínről, melyik tájegységről, azért nem volt ez egy kis feladat. Így van. Az unikumos részből én kimaradtam engem, amikor a főigazgató... Majd bepótoljátok. Amikor Kemecsi Lajos felhívott és szembesített ezzel a döntéssel lényegében, hogy a székelyföldi múzeumok megegyeztek abban, hogy közösen fognak egy kiállítást létrehozni Budapesten, és nevesítettek engem, mint főkurátorát ennek a tárlatnak, akkor úgy egy picit gondolkodási időt kértem. Természetesen beszéltem a székelyföldi múzeumokban dolgozó néprajzos kollégáimmal, ugye itt néprajzi tárlatról van szó a Budapesti Néprajzi Múzeumban, és azzal kellett kezdenünk, hogy számba vegyük, milyen tárgyak, milyen történetek, milyen fotóanyagok jöhetnek szóba egy ilyen külföldi bemutatkozáson, ahol valójában a székelyeknek az identitásától, székelyföldi megtelepedésétől kezdődően napjainkig kell íveljen ez a történet. És hogyha a tájegységében nézzük, ugye a különböző székelyföldi intézmények ezt mondjuk a kiállítási anyag szintjén tudták hozni, de nem csak múzeumi tárgyak vannak, gyűjtött tárgyak vannak ebben a kiállításban, ha jól értem. Így van. Szerettük volna, hogyha minél szélesebb körű közösség, társadalom van emögött az ügy mögött, ezért egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és magánszemélyeket, magángyűjtőket is bevontunk. Főleg olyan pontokon, ahol demonstrációs tárgyakra volt szükség, illetve olyan esetekben, ahol múzeumi tárgyakat nem tettünk volna ki az adott egységben olyan módon, ahogy ezt kitaláltuk. Ilyen esetben például alapítványi viseletekhez folyamodtunk. Igazgató uram, az, hogy egy ilyen kiállítás ekkora összefogással létrejön, az bizonyítéka annak, hogy a székelyföldi múzeumok és ilyen irányú intézmények együttműködésben vannak, van kommunikáció, ezt könnyen tető alá lehetett hozni? Ne tűnjön nagy képűségnek, de ezt gyakran szoktam mondani, hogy a székelyföldi múzeumok nem csak beszélnek az autonómiáról, hanem gyakorolják is. Tehát például, hogyha valaki talál egy nagyon jó kiállítást mondjuk Budapesten, vagy akárhol Magyarországról, és elhozza Székelyföldre, azt igyekszik megosztani. Ahol fogadókészség van, azt akkor nem egy helyszínen mutatjuk be, hanem 3-4 helyszínen is. Az elmúlt években ennek nagyon sok példát tudtunk mutatni. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy igen. És nagyon örültünk annak, hogy ez egy ilyen volumenű kiállításban valamennyien részt tudunk venni. Mert egyúttal bemutatjuk, hogy kik a székelyek, viszont intézményi szinten is meg tudjuk mutatni magunkat egy körülbelül 100-150 ezres néző közönség előtt.
előtt. Igen, egy olyan anyaországi fővárosi szakmúzeumban igazából, amelynek ez a célközönsége valamilyen szinten. Hogyha maga a kiállítás anyagát nézzük meg, azt, hogy hogyan lehetett ezt abba a helyszínbe beépíteni István kurátorként, hogy működött ez a fajta a szervezés része? Mi volt az itteniek feladata, és mi volt a Magyarországi Budapesti Néprajzi Múzeumnak a feladata ebben a kiállítás létrehozásában? A Néprajzi Múzeum részéről elvárás volt az, hogy a műtárgyakat azt mind itteni gyűjteményekből vigyük. Nekik amúgy nagyon szép székelyföldi gyűjtésük van, de nem szándékoztak abból semmit ehhez hozzátenni, tehát arra voltak kíváncsiak, és a közönségük számára is azt szeretnék közvetíteni, hogy milyen elfekvő kincsek vannak a székelyföldi múzeumokban. 10 intézmény vett részt innen, Kovászna Hargita Maros megyéből. Intézményenként körülbelül 30-35 darab tárgy vesz részt. A tárgyak mellett fotók, filmek, például a Kovászna megyei művelődési központtal közösen forgatott mesterségek témájú filmeket vittük, nagyon jó illusztrációs anyagnak bizonyultak ezen a helyszínen is. 700 négyzetméteres alapterületű kiállításról beszélünk, több mint 300 műtárgy van, több mint 10 film, rengeteg fotóanyag, és hát olyan tárgyakat válogattunk, amelyekhez mind történetek, sztorik kapcsolódnak. Ezt is meg akartam kérdezni, hogy mennyire nehéz szívvel válogat mondjuk kurátor, de akár múzeumigazgató, amikor reprezentatív dolgot kell kiemelni egy mondjuk házi gyűjteményből. Volt-e rövid listás válogatás, hogy működött ez igazából? Hogy kell elképzelnünk, milyen szempontok szerint került valami ki, és ment fel Budapestre? A hallgatók számára azt szeretném leszögezni, hogy ez a kiállítás egy nagyon kreatív, nagyon progresszív, nagyon mai kiállítás. Senki ne egy ilyen megszokott székely, hogy bemutatjuk a viseletet, egy másik tárlóban a bokájukat. Nagyon kreatív. Tehát nem mindig a legszebb tárgy kerül be. Az a tárgy lehet, hogy nem annyira szép, viszont van sztori hozzá. Tudjuk, hogy kié volt. Mondok egy példát, hogy például az illető emigrált, és visszajött, és hozott valami újat a faluba, amit a falustársai eltanultak. És lehet, hogy az a tárgy, ami ezt a sztorit elmeséli, nem a legszebb a gyűjteményből. Tehát soha nem az esztétikum játszott a véleményem szerint ebben a kiállításban a főszerepet, hanem a tartalom. Hogy minél többet tudjon meg a tőlünk 800 kilométerre lévő budapesti vagy magyarországi ember a székelyekről. Itt sok mindent megnéztünk arra nézve, hogy mi ment ki a kiállításban, hogy néz ki. Elmondta igazgató, hogy ez egy modernebb koncepció kiállítás szempontjából. És az is elhangzott, és rá kell kérdezzek, hogy nem csak a múlttal és nem csak a befejezett dolgokkal foglalkozik ez a kiállítás. Hogy lehet ezt elérni, István? A tárgyaknak a válogatása az ugye múzeumi gyűjteményekből és magánszemélyek alapítványoknak az anyagából történt, de arra törekedtünk, hogy a saját kutatásainkat is beemeljük ebbe a kiállításba. Tehát, hogy a mai látogató képet kapjon arról, hogy a mai Székelyföld milyen, és ezt legtöbb esetben nem a múzeumi tárgyakon, több száz éves tárgyakon keresztül lehet illusztrálni, hanem olyan fotókon, filmeken, akár 2024-ben készült tárgyon keresztül, amelyet a Székelyföldi múzeumokban dolgozó kollégáimmal együtt végzett kutatásainkban tártunk fel. És ez így élő, működő formában is megjelenik? Mert itt elhangzott egy székelykapuval egy sztori tulajdonképpen, ezt szerintem hallgatók is meg kell hallgassák. A elvárás volt a fogadó intézmény részéről, hogy a székelykapu témát azt ne hagyjuk ki, mindenképpen jelenítsük meg. Korábbi kiállításainkban már használtunk régi székelykaput, így számunkra ez egy kicsit így unalmas lett volna, ezért ahhoz az ötlethez folyamodtunk, hogy viszünk székelykaput, de akkor visszacsatolva a saját kutatásainkhoz, megmutatjuk, hogy hogyan készül a székelykapu, azáltal, hogy nem egy elkészült kész kaput viszünk, hanem szépen zsinórpadra helyezve, Haszman faragó műhelyből, Bagoly Zoltán fafaragó az egyik lábát kifaragta teljesen, a másik lábát a kapunak csak gravírozta, a harmadik lábát még be sem rajzolta, aha, és ez a kapu végső soron 2025-ben, tehát jövőben fog elkészülni a kiállításhoz kapcsolódó programok során, amikor a látogatók által körbevéve a mester tud mesélni is erről a folyamatról, illetve a szakmának a továbbadásáról is, azáltal,
hogy a saját fiacskájával együtt fognak dolgozni ezen a kapun. Tehát az élő életmód, az életben levő dolgok is benne vannak a kiállításban, nem csak régmúlt idők dolgai, ez egy nagyon-nagyon-nagyon, azt kell mondjam, hogy közönséget megfogó történet tud így lenni. Hogyha egy kicsikét, én most már kezdek így lenni, hogy ez Budapesten van, mi ez az egész kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Van-e arra remény, van-e arra a törekvés, cél, elképzelés, hogy ezt a gyűjtemény kiállítást, ahogy összeállt a Budapesti Néprajzi Múzeumban, haza is hozzuk Székelyföldre majd? Igen, szerintem van. A főigazgatóról beszélgettünk ennek a lehetőségéről. Egy kicsi nehézség az, hogy nincs összefüggő 700 négyzetméter kiállított sehol Székelyföldön. Ezen érdemes volna elgondolkodnunk a elkövetkező időszakra nézve. Viszont mivel a kiállított tárgyaknak több mint 60%-a a Székely Nemzeti Múzeumból és Fiók intézményéből vannak, akkor ezt már leszögeztük, hogyha Erdélyben jön ez az anyag, elsőként a Székely Nemzeti Múzeumban lesz bemutatva. Én viszont nagyon szeretném, hogyha akár Bukarestben, akár Nyugat-Európában ez a kiállítás valahol bemutatásra kerülne. Mert magyarázzuk meg, tudjuk, hogy kik nagyjából a baszkok, kik a katalánok, de a székelyekről kihallott. Tehát ez egy remek alkalom lenne mondhatni úgy, hogy ez a kiállítás lehetne a nagykövet a Székelyföldnek nyugaton, és a románok fele is. Voltam Bukarestben nem is egyszer könyvbemutatón, a múzeumot is bemutattam. És van egy nagyon értelmes román közeg, aki kíváncsi, és aki szimpátiával tekint ránk. Úgyhogy szerintem mindenképp ez a kiállítás megérdemelné, hogy ne csak Székelyföld, hanem máshol is bemutatásra kerüljön. Én ehhez kívánok sok sikert. Ugye első körben a Budapesti Néprajzi Múzeum kiállításához abban a térben, de ahogy elhangzott, miért ne legyen ez egy hosszabb távú projekt is. Igazából is sok formában, sok helyszínen lássuk Székelyföldön is, határon innen is túl. Vendégeimnek, úgy mint Varga Mihály Múzeum igazgatónak, a Székely Nemzeti Múzeum részéről is, dr. Kinda István néprajzosnak, a kiállítás kurátorának köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Sok sikert a kiállításhoz, várjuk majd haza is az anyagot. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. Rádió Gaga interjú.